De az van, hogy kipróbáljuk az első Uberünket. Itt vagyunk Hamburgban, és hát megmondom őszintén, felszálltam a tömegközlekedésre, de hát összefosztam magam, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy várunk. Képzeld el, magyar sofőrje van az Ubernek. Hallod? Nem hiszed el. Hogy itt Hamburgban találunk egy Ubert, aminek magyar a sofőrje, és nézd oda, bazd meg, tényleg. Ide nézd. Magyar Uber Hamburgban. Szevasztok! Mint mondtam, kipróbáltuk az Ubert, és jaj, spoiler alert, itt van a nagyon szimpatikus sofőröm. Sziasztok! Épp nagy melóba, munkába. ST22 Lacika vett föl engem Hamburgba, és megyünk haza egészen Rothenburgig. De előtte még rakodunk még hozzá, és 18 km múlva Hannoverbe kell rakodnunk, és oda küzdjük magunkat, hiszen terminesek vagyunk, 4 óráig van árufeladás, de még küzdünk még, hát nem dugóval, de kisebb torlódás van, és elvileg már két óra van, tehát ez a kisebb torlódás. Le kell húzni, mert 3 óra után nem biztos, hogy szóba állnak velünk, bármi már beszéltünk, vagy hát jobban inkább Peti beszélt a céggel, és oda szóltunk nekik, hogy tutira jövünk, várjanak. Mert akkor az történik, hogy sajnos az Uberból ki kell szállni, és Péternek menni kell tovább esetleg a vonattal, ha mi valami oknál fogva nem tudunk megrakodni. Most azt kell, hogy mondjam, hogy tréja szolgáltatás, vagy mi? Hát igen, volt egy apróbetűs rész, amiben az benne volt, csak ugye a kedves utas az általában csak belelapoz, és tök jó, mert itt egy Scaniával tudunk itt menni lefelé, és benne volt, hogy a kedves utasnak kell megpakolni a kamiont, bejelentkezni a céghez, már meg volt az előre bejelentkezés a céghez. Hát de figyelj ide, én elolvassam az apróbetűst. Az apróbetűsben úgy képzeljétek el, hogy rám írt WhatsAppon, hogy le kell venni a cipőt. Nem szállunk föl cipőbe. Hát figyeljetek, tehát... Cipőmentes övezet. Körülnéztek, itten aztán tényleg patika tisztaság van, hogy képzavarral éljek, mindenhol. És ez a bőr itt a padlón, basszus, egy cipő nélkül sejmes. Kellemes, tényleg, nagyon kellemes, itt mezitláb. És jövünk el jobbra, Dortmund felé, úgyhogy szerencsére most már elvileg nincs előttünk semmiféle torlódás, úgyhogy időben ott is leszünk. Fóliát fogunk rakodni kettőt, olyan, hogy a Petrinak nem nagyon kell megerőlködni a békázás, hát fölrakodunk. Békázhatok? Békázhat. Imádok békázni. Addig én pedig hunyok egyet. Igen. Basszus, ha így folytatjuk, még nekem kell vezetnem a végén. Igen, és mindjárt ilyen tökéletesen működik. Minden, látod, be vagyunk jelentkezve, igen, ez így tök jó egyébként. Fölveszel alkalmazottnak? Maximálisan, persze. És mi lesz a titulusom? Béka? Hát béka. Békázó kisegéd, sofőr segéd. Ebéd megsemmisítő. Így van. Apropó ebéd? Ebéd. Azutána megyünk ebédelni. Hát nem ebéd, mert az délután 2, mire végzünk, délután 4. És valahol itt Kassel és Hannover között, hát ha már megdolgozol érte, akkor meghívlak egy ebédre, valószínűleg egy schnitzel. Én azt gondoltam ki. Valami krémleves esetleg előtte. Hát sör még most nem jár. Neked? Nekem jár? Ja, neked jár, igen. Mi vonattal? Hát de várja, nem. Hát hogyha alkalmazott is vagy egyben, akkor a főnök, már pedig az most én vagyok, ha tetszik, ha nem, nem engedi meg. Részeges alkalmazott nincs. De várjál, azt mondtad, hogy békázhatok is? Igen. Ebédelünk is? Igen. És még a végén fizetnem kell? Igen. Akkor én vagyok a főnök? Nem. Hát de, hát az a főnök, aki fizet, te nem? Tehát az utazást fizeted, igen. A többit meg én. A sört. Azt te fizeted. Szivat, hallod?
Már elvesztettem a fonalat. Rakodjunk, én Rostockból jöttem egyébként ma reggel, úgyhogy ideig, egész ideig üresen kellett átállni, hát azért ez 330-40 kilométer volt. Hopp, és be is jelzett nekünk, hogy ide kell sietni, mert 15 percünk van, és 15 perc van a cég, szóval ez úgy néz ki, hogy beérünk a céghez, és le is járt az első 4,5 órás vezetésünk. Ha később érnénk oda, akkor az történne, hogy ki kellene vennünk 30 perc kihenőt. Persze, ugye ezt nem fogjuk megtenni 1-2 percért, akkor sajnos túlvezetés fog bekövetkezni, mert különben az van, hogy akár holnap reggelig itt maradunk, az pedig senkinek sem jó, főleg nem nekem. Hát Peti meg ugye mehetni tovább vonattal, az neki se jó, mert azért mindjárt másabb itt. Hát inkább mondja te, hogy milyen kamionban lenni egyébként, mert hogy jó, sokat lefolytottál, sok videót láttad, lefolytottad. Igazából, megmondom őszintén, nagyokat bólint, amit az ember nem gondol, vagy nem lát a videón, az, hogy állandóan ez a így most, hogy az aszfalttól, vagy valamitől, de ugye neked a Lacinak hidraulikus, vagy légrugószéke van, nekem nem, úgyhogy én ilyen... Hát neked kényelmetlenebb, igen. Nem kényelmetlen, de azt nem mondanám, hogy kényelmetlen, mert mit tudom én, egy RS Audi, az kényelmetlen. Hát abba inkább Xbox, az mondja, azt szoktam beforgatni ide, és akkor ide szokott felrendítve az Xbox ide előtted, és úgy küldöm. De tény, hogy ez a rész, tehát ez nem fáj, tehát 4,5 órája vagyok úton, és nem is érzem azt, hogy vezettem volna, tehát egyáltalán nem vagyok fáradt, nagyon jó az ülése. Tehát amikor a régi DAF-hoz képest kiájultam az ülésből, kiszálltam, és 5-10 percig nekem itt nyújtózni kellett, hogy helyre hozzam magam, ennél nincs ilyen, úgyhogy szerencsére. Úgyhogy így néz ki a beltér, és tényleg mindenhol egy porszem nincsen semmi. Ez én voltam. Mert én már megregeliztem. Ereszkedünk lefelé, és még 11 km küzdünk a percekkel. Fél percünk van itt egyébként pluszban. Úgyhogy padlógázon küldjük. Közben meg az az etetem támad, hogy meginterjúvollak. Jó. Vannak biztos olyan kérdések, amiket másokat is érdekel, ugye ezt a videót majd fel fogjuk tenni a ST22 Lacika Rajongói Klub Facebook csoportra, utólagos engedelmeddel. Egész nyugodtan. És leplezetlenül. Ha nem válaszolok, akkor majd kitakarom, hogy... Majd köszönöm. Megvágjuk, szétvágjuk darabokra. Hát az úgy már nem hiteles. Vágás nélkül kell. Csak az nap, ne sütne a pofámba, halom, mert kiesik a szemem. Talán az első kérdés legyen az, hogy hogy viseled el azt a mindennapi stresszt, ami jár ezzel a kamionozással? Mint hogy most is van fél percünk, hogy odaérjünk. Hát az nem stressz. Az ebédszünetünk előtt. Nem érzem, hogy stresszes lenne. Hát figyelj, benne van. Tehát én ezt elfogadom, hogy ez a szakmával jár. Senki nem mondja persze, most pont én vagyok a főnök is, figyelj, beleférne hivatalosan, akkor háromra érünk. Ugye azt mondták nekünk, hogy neked, hogy négyig van áruátadás, vagy árukiadás, tehát igazából beleférne. Én mondom azt, hogy hát persze nem fogunk kiállni. 1-2-3-4-5 perc nem probléma igazából. Tehát ilyen 10-15 perc már nagyobb gond lenne, de... Tehát meg se fordul a fejem, hogy én bármit erre nyomtassak, vagy idegeskedjük, látod, hát itt vagyunk, megyünk kész, rá tudjuk. Ez a dugó volt előttünk, amit nem mutatott a navigáció, ilyen nagyon ritka. Mi kiderült, nem derült ki, és bocsánat, jobban mondom, nem derült ki, hogy mi okozta a fennakadást, úgyhogy jó döntést hoztunk. Hogy... Hát de építkezés volt az elején, hát az építkezés, mindenki megállt előtte. Na igen, de hogy a két sáv, tehát hogy értsétek, amiről lemaradtunk, a két sáv csontüres volt, a kamionok megálltak a jobb szélsőbe. Tehát egyértelműen adta, hogy és melletted meg mennek el a kamionok, hogy hát hova mennek. És hogy előszakott azt fordulni, és én is erre gondoltam, hogy két sávot elvisznek balra, egyet pedig jobbra. Igaz, a bal oldaliban nem mehetnek be hivatalosan a kamionok, vagy nem szabad bemenni, bemehet. És úgy gondoltam, hogy akkor ez lesz a végén, és majd bemegyünk. Nem ez volt, tehát két sáv elment jobbra. Úgy gondolom, hogy a nézői többsége szeretne kamionozni, vagy játszik a gondolattal, hogy kamionos legyen, és ezáltal egy bizonyos példakép vagy a számukra. Ugyanakkor a közelmúlt fejleménye az, hogy nomináltak téged a Gránit Oroszlán díjra. Erről mondanál le pár szót? Volt egy interjú, és ugye mindenki azt mondja, hogy nem érte, hogy miért jelölték, ugyanígy vagyok én is ezzel. Hát itt ezt bárkit jelöltek, tehát tényleg ez egy olyan díj, amit
egy civil szervezet hozott létre, de valami nagyobb díjat szeretnének belőle alkotni. Eleve ugye olyan emberek vannak meghívva, akár olimpikonok, és én nem éreztem úgy, hogy én bármi különlegeset tennék. Úgy voltam, hogy átadom a tudást, ami bennem van, az nem feltétlenül tökéletes, de én vállalom azt, hogy konfrontálódjak akár a többi sofőrrel ezáltal, mert nem egyforma ugye a nézetünk. Én ezt vállaltam, én ennyit tettem le, úgy gondolom, hogy akár szórakoztatom, akár információval látom el a többi sofőrt. Elhivatott vagyok, az oké, de hát, hogy most díjra jelöljenek, figyelj, nagyon örülök neki. Inkább jó érzés megint majd ilyen emberek társaságában lenni, én inkább ezt várom. Nem győzni megyek oda. Nyis a világ felé, belelátok ebbe is. Illetve egy biztos, hogy lett egy baromi jó öltönyünk. Közben nézzük, hogy nehogy rossz helyre menjünk. Igen, mert Bundeszen megyünk le közben. És hogy szereztél tudomást a jelölésről? Tehát ugye nekem az egyik néző adta le egyébként rólam a jelölést. Összesen bevallom, nem tudom hány ember jelöltek, de én úgy tudom, hogy 140 pár ember volt talán a közéleti kategóriában. Én legalábbis úgy emlékszem. Hát azért elég nagy számból lett kiválasztva, hogy a döntősök, ugye három döntős van. Hát, amikor elolvasod a másik két ember, nem tudom, te olvastad egyébként, hogy kiket jelöltek. Néztem. Hát igen, tehát nem épp mindegy. Mindenki a maga kategóriájában, vagy amit ő tesz, az így van példamutató, segíti a többi embert, és ez igazából a legfontosabb, nem az, hogy ki nyer, mindenki igazából nyertes, mert nyertes. Tehát ugye nekem meg kellett a Grandit Oroszlán, tehát a férfiak klubjától kerestek meg, és elmondták, hogy jelöltek, és döntőbe is kerültem. És közölték, hogy mi és hogy a teendő a továbbiakban, hogy lesz egy ilyen interjú ugye Pomázon, majd a díjátadó gála pedig Budapesten. Ami most lesz egyébként most hétvégén, tehát ez a kanyarral én végzek, és akkor megyek is haza. De még ott tartok, hogy az öltöny nadrágom az még kérdéses, ugyanis az történt, hogy én egy évvel ezelőtt, most már egy év, két hónappal ezelőtt megsérültem, és van rajtam plusz 10 kiló, és így ami van öltönyöm, az lényegében már kihíztam. Ez az igazság, hogy ez a 10 kiló miatt egy új vadonatúj öltönybe kellett beruházzak. Baromira örültem neki, mit mondjak. És mi volt az első reakciód, amikor megtudtad? Nem vagyok telefonhívás volt? Telefonhívás volt. Nem vagyok ez a, aki ismer is, hogy ez a nyakadba ugrok és örülök. Tehát nem, én másképp fejezem ki az örömmet. Mondanék egy egyszerű példát. Ha most így megállítani itt egy öreg, mert tudja, hogy 15 percen belül szívrohamot kap és átruházza rám az összes vagyonát, a Ferrarit, a nyaralót, a jaktot, 10 millió eurót, hát köszönöm szépen. Ha te rám gondoltál, akkor köszönöm szépen, én körülbelül így reagálnám le, míg ugye vannak azok az emberek, akik sikítanak. Sikít, visít, hogy úristen, hát én nem, hát most köszönöm, hát oké, most mit mondjak erre? Nekem ennyi. Nem az, ez nem kevesebb öröm, mint a másiké, csak én így fejezem ki. Én nem vagyok ez a nagy rajongós, sikítós, visítós ember. Tudjátok, mint a zenészeknél is, hogy belép, mit tudom én, Majka, vagy megjön és sportoló Cristiano Ronaldo, és akkor úristen. Hát jó, oké, ott van, és hát ő is emberből van, én is. Én... Ugyanakkor van neked egy oldalbordád, uh-huh, otthon Nyíregyházán. Ő mit szólt hozzá? Hát ő már jobban örült neki, vagy jobban fejezte ki, jobban kimutatta, bocsánat, így a, igen, így fogalmaznak jól. Nagyon büszke, hát ő odáig van. Úgyhogy egy nő az mindig, ugye hát ő büszke arra, hogy olyan férje lehet, aki büszkén mutogathat, hogy ő fogalmazott, büszkén megy végig a városban, az utcán, mert ugye ők is azért sokan megismerik, és hogy olyan férje lehet, mint én, nem pedig olyan, hogy úgy kell bujkálni, hogy na részeges férjem, na hülye férjem, stb. Hogy jön haza, vagy tehát letagadjam, hogy az ő férjem, hanem ő büszkén. Úgyhogy büszke, és nagyon várja, mert ő is szereti az ilyen helyzeteket, hát a fatarom meg végképp, tehát ő meg nagyon örül ennek, ezeknek. Mit mondott neked? Hát nem is az, hogy mit mondott, hanem ez, hogy büszke. Büszke, és igen, tehát nagyon sokan gratulálnak neki is, egy Nyíregyházán, hiszen ő is ugye nagyon sokat elért úgymond az életben. Közben pedig nekünk, bocsánat, de figyelnünk kell, mert egy kilométer is megérkezünk, és az az érdekessége, hogy a Kecsmár nevezetű céghez jövünk, és a feleségemet is így hívják, hogy úgy, hogy Kecsmár. Ő igazából Kecsmár Júlia. Na, koncentráljunk egy kicsit az útra. Mert itt volt valami 4 méteres tábla, ott bizony.
figyeltük. Az volt nekünk. De ő mondjuk bemegy a Schenkeres. Az nem baj, tehát mi 4 méteres. Tehát a 4 méter az Németországban látod, mennyi van felette. Mi is jók vagyunk. A németek bőven rászámolnak. Valóban most kidugnám az ablakon a... Ne, bőven belefér, tehát nincs vele probléma. Ilyenkor akkor van például, hogyha kiszintezve hagynám a pótkocsit és nem figyelnék oda, akkor igen, akkor itt koppanna. Itt a Continental, na nézzük. Élőben egy cégkeresés. Hát a Kecsmáról azt kell tudni, hogy egy nagyobb cég. Úgyhogy nem valószínűleg nehéz azt megtalálnunk. Melyik oldalon van? Hát időbe balra. És... Menjél már! Hát... Mazsola! Na, Mazsola, látod? Ezek általában inkább idegestenek egyébként, hogy így nem látják át az utat, tehát ez van. De ugye, most láthatod, hogy mi mennyi mindent belátunk egy kamionból, tehát hogy mennyivel... Abszolút! Tehát hogy kényelmes, nem, tehát nem fárasztó, tehát személyautóba levezet 4 órát, én meghalok. Kamionba fél, tehát azt mondtam, itt vagyok, kiugrok, tetre kész vagyok. Nincs fáradtság. Ja, hogy ez nem az, ugye? Ez itt egy Stahlhandel. De nem, még egyet be kell venni, még 400 méter, akkor ott toljon ki az ember. Én mindent egyébként előtte megnézek, mert a cím az nem jelent semmi, lehet, hogy emide van az a bejárata. Én ezért szoktam ilyen, ahol a shopban megérkezni. Jó, az utca már az ott, túlfordul. Jó. Hú, ezt a túlfordulást majd fölveszem innen a tükörből, mert ezt senki nem látja, de durva. Igen. Ahova bejött magyarán, nézzük meg, azt mondja, hogy Eingang Kretschmar, wir können, de hogy ide nem, ez inkább ilyen stúdió kiállítás. Verkauf. Oké. Okay. Hopp, az ott már szűk lesz. Igen. Nem, elmegy. De szűk, meg szűk. Szűk, meg szűk. Főleg, hogy beparkoltak ide, hallod a kocsikkal. Ja. Hát, elsőre. Ez a szűk. Ez is szűk. Aranyapám. Kilátás viszont szép. Vaze. Ott a tükröt próbálom mutatni. Ja. Hát, az így eljön. Farkamat nem tenném közé. Jó. Most az a kérdés, hogy ne hatoljunk tovább, itt megállok, és akkor megyek be az irodába, és jelentkezek, mert ugye lejár az időnk közben, el ne feled, csak lejár az idő, tehát itt most így megértünk. Menjek veled? Ilyen nőre át is tesszük, nem kell. Maradhatsz nyugodtan, de ha bele akarsz látni a történetbe, akkor gyere. Telefonálok egyet. Jó. Mindenki dolgozik. Mindenki dolgozik, hogy mutatnak. Tudsz velem jönni, vagy nem? Mert mindenre számoltottunk, csak erre nem. Vagy én abban voltam, hogy beviszük ezt a telephelyre. Na, tehát megrakottunk. Pontosabban hát nem egészen úgy sikerült, ahogy gondoltuk. Mert a kamera az lemerült. Vagy hát nem lemerült, hanem kikapcsolt. Pont az bemenő utcánál. Aztán... De jó volt, mi jó volt, mert a kamerázta a végig egyébként. Amúgy végig kamerázta, csak nem ment a kamera. De közben van tervváltozás is. Így van. Tehát először is az történt a cégnél, hogy megérkeztünk, hogy a pihenünk az lényegében azonnal meg kellett kezdeni, tehát pont beestünk, de mivel rá kellett találni a rámpár, egy pici szabálytalanság volt benne, tehát kb. Egy percet túlvezettem. Majd megint csak ugye hát szabálytalanság, ezek az apróbetűs részek a kamionozásban, rámpán lett kivéve a pihenő. Nem kellett hozzá sem nyúlni a záróhoz, Petivel addig beszélgettünk itt a riasztóról, hogy hogy mint. Majd ugye bejelentkeztem a cégnek, hogy mehetünk lefelé, és mondták igen, és akkor Rheinfeldeni határ az azt jelenti, hogy Bázel. Csak hogy Bázel felé nekem Fulda felett el kell menni, ami azt jelenti, hogy Petit ki kell tegyük Göttingennél, mert ugye úgy beszéltük, hogy Würzburg. És nem tudom én levinni, mert 50 km. Jó, nem lenne a világ vége, de így beszéltük meg, és akkor így én megyek arra, ő megy erre. De előtte elmegyünk kajálni Dr. Pepper, hanyas mondtad, mert elfelejtettem. Miss Pepper, 56-os, 65-ös kijárónál. Ez az a lényeg, hogy megyünk most. Itt megint van egy kisebb tumultus, tehát rohantunk, mert itt Hannovert el kell hagyni, ugyanis itt tud egy kisebb megtorpanás lenni, és ha van egy koccanás, akkor itt vége.
a mutatványnak. Megyünk kajánunk egy gyorsat, egy fél óra fér bele, azért is kell sietni, mert nehogy megcsúszak holnap. Ugye péntek van, esetleg a svájci azt mondja, hogy délután 2-ig volt nyitva a cég, akkor az szívás. És 709 km csak a vám, és azért délután 3 van. Úgyhogy megyek ma még egy 4,5 órát. Pihenő 9-es, majd tekerés lefelé, Bázel felé. És akkor kis határ az a Rheinfeldeni határ, az a Bázel mellett egy kis határon fogok átmenni. Nekem most például fáj az agyam egyébként, ez hát ilyenkor mit tudom én. Egész nap most ugye belelátsz te is, hogy tényleg mi volt idáig, vezettem 4,5, téged felvettelek, volt egy pisi szünet, bementünk, megrakottunk és már tekerés tovább. Hát igen, sokszor ez a kaminozás, hogy menni és csak menni. Akkor még egy kérdés, amit biztos sokakat érdekel, az, hogy tegyük föl, lerakod a cuccodat Svájcból, visszamész Dombirnbe. Így van. És akkor onnantól? Onnan utána attól függ, tehát mindenképp most hozzá rászoktam egy török fodrászhoz, hogy járok, kegyetlen jó nyír, nagyon jó stílusa van, hogyha kell, akkor miatta itt is alszok. Meg amúgy is egyébként kivennék egy pihenőt, mert fáradtan én nem fogok neki indulni 1160 km-nek. Úgyhogy kiveszek egy pihenőt a telephelyen, másnap reggel elmegyek 9-kor itt a fodrász, megnyilatkozok és tűz haza, tehát szombat estére hazaérek. Vasárnap a családdal, hétfőn ugye megyünk a díjátadóra, kedden. A szűk, az húzós lesz, mert hazérünk ilyen hajnal 1 Budapestről. Reggel 8-kor elviszem a feleségem, fog vizsgázni ilyen könyvelés, meg mit tudom én milyen dolgokból. Utána én feltekerek Budapestre, dél körül a Ghiblihez megyek forgatni, ahogy az megvan ilyen délután 4-5-ig körülbelül, ez a második ilyen vágóképeket megyek felvenni, akkor van előtte még ugye az egész napos út, vissza ki a céghez, és akkor szerda úgy fog bejelentkezni, szerda olyan 10 órától, hát 10-nél hamarabb nem kezdek, tehát addig én aludni akarok, sűrű. Ezek a háttérmunka, ez egy nagyon fárasztó egyébként, nagyon sokat vállalok én is sokszor, de hát egyelőre szeretem, tehát. És hol alszik addig a Hörbid? Kamion? Mhm. Hát ahol kint hagyom a Transzkón a telephelyén. Leállítom és akkor addig az ott pihen. Tehát ha kell egy hétig. Őrzött helyen? Hát így van, persze a telephelyen így van. Mhm. Nos, ez volt a videó mára, és szeretném megosztani veletek tapasztalataimat, amit a Laci kamionjában megéltem. Először is, mikor kinyitod az ajtót, egyből szembe tűnik, hogy mennyire magas a kamion. Gyakorlatilag én 177 cm vagyok, és épp hogy csak szebb magasságban van a padló. 4 vagy 5 lépcsőfokot kell megmászni ahhoz, hogy följuss. Maradjunk abban, hogy levett cipővel, ugye mivel a Laci kérte, hogy vegyük le a cipőt, hát elég kellemetlen végigmászni ezeken a fém, tüskés lépcsőkön, és egy komoly magasságot kell az embernek fölmásznia. Bent a kabinban minden gyönyörűen szép és tiszta, tényleg azt kell mondani, hogy a Scania egy fantasztikus gép. Én úgy mondanám, hogy egy olyan személyautós szemlélettel olyan BMW minőségű belső tere van, tehát nagyon top. Két tapasztalat van még a beszállással. Egyrészt az, hogy fájós háttal eléggé nehéz, tehát ugye mivel a lépcső az inkább az ajtónak az elején van, hisz a kerék fölött ülünk, ezért egy kicsit kicsavarodva kell fölfele mászni, és ez mondjuk fájós háttal nem lehet túlzottan kellemes. Másrészt, amíg az ember megszokja egy személygépjárműnél, hogy az ajtót kinyitja annyira, hogy kiférjen, akkor már ki is tud szállni. Itt ez nincs így, hisz teljesen ki kell nyitni az ajtót ahhoz, hogy az ajtó pántolási oldalán lévő lépcsőkön végig tudjon mászni. Mint láthattátok, a nap elég gyorsan eltelt, olyan dél magasságában találkoztunk a Lacival Hannover Wedel megállójában, ahova én S-bánnal jöttem ki. Ott beugrottam egy piros lámpánál, majd elmentünk Hannoverben, ahol megraktuk a gépet, pontosabban nem békázhattam a fenébe, mert az ottani személyzet, tehát a raktárosok rakották meg a kamiont.
Onnantól kitaláltuk, hogy mi legyen a B verzió, hisz mint kiderült, nem mi felénk, Würzburg fele vezetett az út tovább, hanem Bázelnek kellett a Lacinak tovább haladnia, ezért úgy döntöttünk, hogy mivel az én vonatjegyem egy olyan IC-re szólt, ami megállt Göttingenben is, ezért elautóztunk Göttingen irányába. Göttingen előtt viszont megálltunk egy Miss Pepper amerikai vendéglőben, ahol megvacsoráztunk, vagy hát ez inkább már még csak ebéd volt. Göttingenben megint csak egy piros lámpánál kiugrottam. Már amennyire kiugrásnak lehet azt nevezni, hogy zokniban megpróbálsz lemászni egy nagyon meredek lépcsőről, majd föl rángatod magadra a cipődet, úgy félig meddig, közben a Laci adja le a táskáidat, és ajtó becsuk, ő megy tovább, én meg még a cipővel bajlottam, de ez hozzá tartozik. Göttingenben természetesen 5 perccel előttem ment el a vonat Würzburg fele, úgyhogy megvártuk a következő vonatot, arra felszálltam, eljutottunk Würzburgig, ám ez a vonat is késett 30 percet. Würzburgból utána elmentünk Steinachba, ahol az autóm parkolt, és utána autóval jöttünk haza a Rothenburg ob der Tauberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor írjátok meg kommentben, hogy mit csináljunk a jövőben másképp. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ezt a videót barátaitokkal is, hogy ők is láthassák, hogy milyen a kamionos élete. Szervusztok!